kidobom ezeket a szókeresőket. December közepén mutatták be a Móricz Zsigmond Színház művész stúdiójában a Görbe tükrök című előadást. Nem véletlen, hogy a premiér a stúdióban volt, a színház ugyanis energiatakarékossági okokból a nagy színpadát nem használja a téli időszakban. Ez is az egyik olyan intézkedés, amelyre az energiaárak jelentős emelkedése miatt kényszerült a fenntartó nyíregyházi önkormányzat. Januárban azonban jelentős segítséget nyújtott az állam. A megyeszékhely csak nem 1,8 milliárd forint támogatást kapott az intézményeik működtetésére, a számlák kifizetésére. Nemrég Kovács Ferenc polgármester azt mondta, jól jött a plusz pénz. De egy nagyon nagy segítség, ugye az energiaköltségekhez való kormányzati támogatás jelent, amíg hát tudjuk, hogy mind a távhő, mind a gáz, mind a villanyáram tekintetében óriási emelkedés volt. Bár most már azért a tőzsde korrigál, tehát lejjebb mentek az árak, de hát ez akkor is a korábbiakhoz képest bődületes emelést jelent. Csak hogy mondjak egy példát. Tavaly előtt még 20 forinton volt a közvilágítás kilovattóra, ez tavaly volt 41 forint, most pedig 143-ra kaptunk ajánlatot. Tehát ez érzékeltette a nagyságrendet, viszont a kormány azt is díjazta, azt gondolom, hogy az önkormányzat nagyon komoly takarékossági intézkedéseket tett, aminek meg is vannak az eredményei, tehát a tél után is mi meg akarjuk őrizni a pénzügyi kondíciónkat. Egyrészt a város önkormányzati rendszerének a működtetése, a kifogástalan színvonalas működtetése szempontjából, másrészt meg a fejlesztési programjaink miatt is erre nagy szükségünk lesz. Október elején adták át az új piacot Tiszavasváriban. A város 10 000 fő feletti lélekszámú, ezért külön tárgyalt az állami támogatásról a belügyminisztérium illetékeseivel. A megállapodás szerint 134 millió forintos segítséget kap a rezsi kifizetésére. A térség országgyűlési képviselője, Vinnai Győző azt mondta, nem csak Tiszavasvári, hanem a választókerületben lévő 10 000 fő alatti települések is kaptak összesen 340 millió forintot. A 10 000 fő alatti lakossal rendelkező települések szintén ezen logika alapján, de nem tárgyaltak a BM képviselőjével, hanem egy adatlapot küldtek be, és ennek megfelelően pontosan válaszoltak ezekre a kérdésekre, és ennek megfelelően támogatást kaptak. A Szabolcs 2-es választókerületben 347 milliót, természetesen mondjuk egy olyan kisváros, mint Nyírtelek vagy Ibrány többet kapott, hiszen nagyobb az intézményrendszere, többet fordítanak gyermekétkeztetésre, mint például egy kisebb lélekszámú Balsa, Szabolcs, vagy éppen Paszab település, de úgy érzem, és tárgyalva a polgármesterekkel, hogy elégedettek ezzel a támogatással, de természetesen, hogyha ezek az energiárak ilyen magasan maradnak, akkor egy második kör is elképzelhető, ez függ a háborútól, az energiárak alakulásától, de most jelen pillanatban ez segítséget jelent, és talán még az is, hogy enyhe a tél. A választókerületben 19 település, többek között Paszab kapott állami segítséget a rezsiszámlák kifizetésére. Ha az energiaválság elhúzódik, a későbbiekben is számíthatnak hasonló támogatásra.